Sziasztok! Közben itt nálunk esik az eső. Így úgy gondoltam, hogy átmegyek most egy kicsit főzős kézek. Tegnap szedtem gombát. És abból lesz egy egyszemélyes gomba pörkölt. Én úgy szoktam, hogy összevágom a hagymát, meg a szalonát egy kicsit. És üvegesre pirítom. Majd belerakom a paprikát. Utána a gombát egy kicsit összeabálom. Amúgy fűzfa gomba, ezt tegnap már egy kicsit előfőztem. Kis vizet kell hozzárakni, hogy ne égjen a paprika. Viszont egy kicsit azért meg kell pörkölni, mert az adja a pörkölt ízt neki. Hát ugye az előkészítést nem vettem föl, mert sajnos nem tudom összevágni a videót, úgyhogy az úgy hosszú lett volna. Fokhagymát, itt saját termés. Ezt úgy szoktam, hogy mikor ilyen zsenge, akkor zölddel együtt összevágom. Annak is jó íze van. Gomba pörköltel nagyon szeretem a fokhagymának az ízét. Rakok bele egy kis borsot. A gombának az adja meg a legjobb ízét. Szépen zutyog. Szoktam benne egy gulyáskrémet is rakni. Teljesen jó ízt ad neki. Egy tojásból csináltam galuskát. Két csapot kanáliszta. Egy kicsit sűrűbbre szoktam. Közben keverni kell, mert elég rendesen zutyuk. Takarékom gyerekek. Ez a fűzfa gomba a vízpartokon van általában az északi oldalán a fűzfáknak. Messziről látszik, mert jó sárga. De csak azt szabad leszedni, amelyik puha. Amelyik kemény, az már élvezhetetlen, ehetetlen. Azt kell leszedni, azt ott kell hagyni. Most már hozzárakom a krumplit, ami szintén saját termés. Vizet rakok még hozzá. Most már megsózom. Hát, hogy ennyi só szerintem elég. Mikor felfor, hagyom egy olyan 7-8 percig forni, hogy a kumpli az puhuljon, és utána beleszaggatom a galuskát. És mielőtt kész lenne, előtte egy 5 perccel hagyományos tejfölből egy 3 kanállal rakok bele. Hát ennyi. És egy gyors kis kaja. Kiadós is, finom. A gulyáskrémet azt ott akkor szoktam belerakni, amikor a tejfölt, mert ha sokáig fő, akkor elfő neki az íze.
Amúgy szép idő van kint. Lehetne is horgászni, mert annyira nem esik az eső. De hát, ha egy kicsit csendesedik. Bogyók a hátsó szomszédban vannak kutyusok. Baruskát azt ilyen nagyobbakra szoktam szaggatni, úgy kanállal. Megcsináltok, akkor jó étvágyat hozzá. Sziasztok!